Köszöntöm a Külcsei Televízió nézőit. Ismét itt van is Forszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 6 testnevelő tanár lehetett át elismerést a megyei közgyűlésen. Az NB3 keleti csoportjának élére ugrott a sényügyi futballcsapat. 4-ből 4-et nyertek a korozsvári EJBL tornán a kékcápák fiataljai. 3 pontos győzelemmel kezdte a szezont a nyíregyházi kosársuli. 8 érmet hoztak haza Tunéziából az újfehértói kempúsok. Továbbra is 100%-os a nyíregyházi tekeklub együttese. 6 testnevelő vehetett át elismerést a megyei közgyűlésen. A Magyar Diáksport Szövetség és a megyei önkormányzat együttműködésének köszönhetően a tehetséggondozás területén végzett munkájukért díjazták a pedagógusokat. Úgy gondolom, hogy ez példaértékű, hisz első alkalom volt, hogy valamelyik megyei önkormányzat a Magyar Diáksport Szövetséggel kétoldalú megállapodást kötött, hogy a megyében működő oktatási intézményekben dolgozó kiváló testnevelőknek a munkáját valamilyen formában elismerje. Úgyhogy ez volt az első alkalom, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen követendő példa az ország többi megyéjébe is. Mi a tapasztalat? Van kikből válogatni? Igen, én azt gondolom, hogy van, hisz a megyében dolgozó testnevelők közül nagyon sokan eljutatják a diák sportolóikat országos döntőbe, bajnokok vannak, ha csak a röplabdásokra vagy atlétákra gondolunk, úszók között is sok kiváló diák sportoló van. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek a felkészítő testnevelői közül nem is könnyű választani azt az 5-öt vagy 6-ot, akit a megyei önkormányzat minden év szeptemberébe elismer. Van-e utánpótlás, azaz a fiatal testnevelők éreznek-e hivatottságot arra, hogy vállalják azt a plusz munkát, ami az eredményes szereplése szükséges? Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon nehéz terület is. Mi igyekszünk segíteni a fiatal testnevelőket abban, hogy ráérezzenek a diák olimpiai ízére, hogy elhivatottságuk legyen az iránt, hogy a tehetséges diákokat sportra is, versenysportra is ösztönözzék. Igyekszünk módszertani képzésekkel, új módszerekkel segíteni őket abban, hogy mind a mindennapos testnevelési órák változatosak, érdekesek legyenek, mind pedig lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy felkészítsék a diákokat erre a szerintem nagyon szép területre. Remélem, hogy az is ösztönzi őket, hogy a Diák Olimpia országos döntőibe elért 1-3 helyezett sportolóik plusz 10 pontot kapnak majd a felsőfokú felvételi eljárás során, és ezt azt gondolom, hogy ez egy jó motiváció. A tanév nemrég kezdődött, vele együtt elkezdődött a 2018-19-es diák olimpiai év is. Milyen esztendőre lehet számítani? A diák olimpia verseny számai sportágai, azok már 32 év alatt bizonyították, hogy létjogosultságuk van, tehát ezeket mindig finomítjuk, igyekszünk minél minőségibb országos döntőket rendezni, és szélesedik a palettánk, és hogy dicsekedjek egy 4 napja nagyon sikeres rendezvényünkkel, hisz az Európai Diák Sportnapja volt szeptember 28-án, ahol 1200 magyar oktatási intézmény vett részt több mint 400 ezer tanulójával, és ez az Európai Sporthétnek a kiemelt rendezvénye volt, és azt gondolom, hogy ez a tanév első sikeres rendezvénye, sikertörténete. Ez az 5. alkalom, hogy ünnepélyesen megy ez a dísztermében, ismerik el megyei testnevelők munkáját, könnyű vagy nehéz volt a választás? A választás mindig nehéz, de azt hiszem, hogy ez egy olyan döntés, amely kellemes döntés, hiszen nagyon sok olyan testnevelő van, nagyon sok olyan elhivatott szakember van, aki rengeteget tesz nemcsak a diák sportért, hanem a megyei sportéletért is, és a megyei oktatás nevelésben kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Ezért nagyon nehéz valóban ilyenkor választani, de nagyon örülünk annak, hogy ilyen nagy a felhozatal, mert az lényegében azt jelképezi, meg azt is jelenti, hogy a megyei sportélet az egy megyei sportéletben nagyon magas szakmai munka folyik. Úgyhogy a most kiválasztott testnevelőknek ezúton is szeretném megköszönni, de azt azért kihangsúlyoznám, hogy ez a díjazás, ez bár névre szóló, és ez a 6 ember fogja megkapni, aki itt a megyei közgyűlésen díjazásra kerül, vagy elismerésben részesül, de én úgy gondolom, hogy ez a teljes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sportéletnek, és a teljes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktató és nevelő testnevelő munkának szól. Azon 6 testnevelő egyik, aki ma a megyeházán vetett át egy elismerést, a Kisvárdai Besenyi Gimnázium testnevelőjeként, minek köszönhető ön szerint ez az elismerés?
az atlétika diákolimpián elért eredményeknek elsősorban, illetve a kisvárdai sportban nyújtott egyéb tevékenységek miatt kaptam. Milyen eredményekre lehet büszke az elmúlt éveket tekintve? Az elmúlt években több jó eredmény született, például a legutóbbi diákolimpián a fiú magasugrásban győzött a tanítványom, illetve kislabdahajtásban diákolimpiai csúccsal győzött egy általános iskolás kislány, aki ugyan még nem gimnazista, nem a Bessenyei gimnázium tanulója, de már nálunk foglalkozott a atlétika sportággal. Milyen a sportélet egyébként a Bessenyében, hiszen évtizedek óta híres arról, hogy nagyon sok ismert, később ismert sportoló került ki onnan. Az utóbbi időben nagyon sokat fejlődött az iskolánk, 6 sávos atlétika pályát kaptunk, ugróhelyekkel, dobóhelyel, felújították a iskolának a sportcsarnokát, illetve futófolyosót építettek nekünk, úgyhogy ideális európai körülmények között képezhetjük a gyerekeket. Mennyire vevők a gyerekek a sportra egyébként ma, amikor rengeteg olyan elszívó erő van, ami esetleg másfelé téríti őket? Hát az iskolánk egyik jelmondata a jó tanuló, jó sportoló cím, ezért a diákjaink nagyon jó tanulók, és a jó tanulás az magával hozza a sport szeretetét is, úgyhogy erre nem panaszkodunk, éppen a kollégámmal beszélgetve említettem neki, hogy múlt héten hétfőn 40-en voltak atlétikedzésen, azt hiszem, hogy azért ez egy igen komoly szám. Milyen elvárások, célok vannak a most kezdődő diákolimpiai évre? A tegnapi nap folyamán volt a megyei csapatbajnokság, ott több csapatunk is igen eredményesen szerepelt. A fiú és a lány magasugró csapatunk nagyon jó eredménnyel jutott be. Azt hiszem elmondhatom, hogy csalódottak lennénk, hogyha nem tudnánk érmet nyerni a diákolimpián. Megszerezte 6. bajnoki győzelmét, és ezzel az NB3 keleti csoportjának élére ugrott a Sényői futballcsapat. Az újonc a 8. fordulóban a Cigántot verte 2-0. Az az igazság, hogy ilyen jó kezdésre nem számoltunk. Ez minket is meglepett, bár a lejátszott meccsek játék képe alapján úgy gondolom, hogy amit elértünk, az reális. Mi volt a célkitűzés a bajnokság előtt, és változott esetleg eddigi szereplés okán? Nem változott semmit. A biztos bennmaradás. Talán annyi, hogy szeretnénk minél hamarabb ezt bebiztosítani, akár már az őszi szezonban annyi pontot szerezni, hogy tavasszal nyugodtan játszunk, és talán azt is most már reménykedünk, hogy akár ez a bennmaradás egy számjegyű lesz. A Magyar Kupa országos főtávjának első körét sikerre vett a Sényei, és most a Makó személyében egy szintén NB3-as csapatot kapott hazai pályán. Tavaly nagyon lehetett majd játszani, tavaly nagyon szépen menetett a kupába Sényei. Itt mi a cél? Szeretnénk még egy fordulót menni, aztán ugye az mindig a leendő ellenfeleken múlik. Én úgy gondolom, most van reális esélyünk arra, hogy bejussunk a legjobb 32-be. A nyári időszakban megszépült a Sényői sporttelep is. Van-e esetleg, amit még szeretnének itt elvégezni? Igen, igen. Látszik a 60x40-es füvespálya, azt már a Bozsik programra készítjük. Aztán terveink között szerepel még egy edzőszintű világítás a pályát megvilágítani, hogy a későbbiek során ne kelljen bérelt helyen edzeni, mikor már hamar sötétedik. A 8. forduló további eredményei a következők: Deac Jászberény 5-1, Eger Szolnok 2-0, Füzes Gyarmat Diós Győr 2-0, Gyöngyös SMTK 0-0, Nyírbátor Tája 0-2, Tiszaújváros Sajó Bábony 5-2 és Putnok Salgó Tarján 3-1. A tabella élén a 19 pontos Sényő áll, megelőzve a 17 pontos SMTK-t. A Nyírbátor 13 ponttal a 9. helyen várja a folytatást. A következő fordulóban a Sényő Tájára, a Nyírbátor pedig Sajó Bábonyba látogat. Hibátlan teljesítménnyel, 4 győzelemmel zárta az EBL első tornáját a Nyíregyháza Blue Sharks 20-as együttese. A kékcápák fiataljai 3 külön díjat is hazahoztak Kolozsvárról.
9 csapat részvételével rendezték meg Kolozsváron az Éjjebillel sorozat U20-as korosztály számára kiírt első tornáját. Egy fél kört bonyolítottak le, így minden együttes 4 meccset játszott. A Nyíregyháza Blue Sharks a nyitányon a Szolnoki Sportcentrum fiataljait verte 72-53-ra, majd 2 olasz csapat következett. A Basket Rimini Crabs ellen 92-75-re, a Next Step Academy Rapallo ellen pedig 85-81-re nyert a Sitko Ernő által irányított gárda. Zárásként nagy csatában a házigazda UBT Kolozsvárt múlták felül 79-77-re a kékcápák, akik így 100%-os teljesítménnyel zárták a tornát. A rendezvény, azt kell, hogy mondjam, hogy szenzációs volt, bár próbálom magunkat valamilyen szinten a földön tartani. Volt egy edzőm, aki azt mondta mindig, hogy volt egy elmondata, ha nyersz, soha nem vagy olyan jó, ahogyan gondolod, de amikor veszítesz, akkor sem vagy olyan rossz, ahogyan azt hiszed. Ugye sikerek után hajlamosak vagyunk mindig mindent szépnek látni, de alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kolozsvári hétvége nagyon jól sikerült, nagyon jó körülmények között rendezték a tornát, mert abban a csarnokban játszottunk, ahol tavaly az Európa-bajnokságot is rendezték, tehát a spanyol válogatott öltözőjében öltözhettünk például, és tényleg nagyon jó körülmények voltak. Az tény, hogy megerőltető egy ilyen torna, hiszen 3 nap alatt 4 mérkőzést kell eljátszanunk, ez azt jelenti, hogy az egyik nap duplázni kell, ami nagyon megerőltető, de szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy sikerrel vettük ezt az akadályt. A házigazdák, mert a Szolnok és 2 olasz csapat ellen játszottatok, mennyiben volt másabb a kosárlabdája a Kolozsvárnak és a 2 olasz csapatnak, mint a magyar kosárlabda utánpótlás szinten? Teljesen más, mint a, mivel a játékosaink Magyarországon találkozhatnak. Igazából az egy-egyre épül individuális játékra, nagyon nehéz rendszert találni a kosárlabdázásukban. Erősek fizikailag, ezt próbálják kihasználni, és nekünk pontosan ezek a hiányosságok, amikkel nem nagyon találkoznak a játékosok, és amikor kilépünk egy nemzetközi porondra, akár az utánpótlás válogatott korosztályokra gondolva, amikor kilépünk az első pillanatokban, az aklimatizálódás az, ami elviszi az energiát a srácoktól, hiszen pont a fizikai fölény, pont az a gyors játék, a rendszer nélküli játék az, ami idegen számukra, és ehhez hozzá kell szokni. A rendszer nélküli annyit jelent, hogy ha védekezünk, akkor számítasz arra, hogy a támadó hová fog mozogni. Itt nem számíthatsz, úgyhogy készen kell lenni mindenre, és ezért is jelent nagyon sokat számunkra az, hogy minden 4 mérkőzést meg tudtuk nyerni. A 4 meccs közül melyik volt a legkönnyebb, és melyiken kellett leginkább megdolgozni a sikerért? A legkönnyebbet nem nagyon tudnék mondani, hiszen mindegyikért meg kellett dolgozni. Ugye az első mérkőzésen a Szolnoki Sportcentrum Kosárlabda Akadémiájával találkoztunk, akik között szerepeltek fiatalabb játékosok is, de mi 9 játékossal utaztunk, a többiek általában 12-15 játékossal, úgyhogy nekünk kicsit szűkebb volt a rotációnk, bár 10 játékossal 1 játékos nem tudtunk használni sérülés miatt. Mindegy, a lényeg, hogy meg tudtuk oldani ezt a feladatot is. Tehát az első mérkőzés a Szolnok ellen játszottunk, utána a Rimini akadémiája következett, ahol amerikai játékosok is voltak, majd a Next Step, ez szintén egy olasz akadémia, ahol teletűzdelve szerb fizikálisan nagyon erős játékosokkal, és legutolsó mérkőzést játszottuk a Kolozsvárral. Úgy gondolom, hogy a Kolozsvár csapatánál jobbak vagyunk, nem csak azzal a 2 ponttal, amivel a mérkőzést megnyertük, de ez a 4. találkozó volt, és a 4. találkozón már nagyon fáradtak voltak a srácok. Így végjátékban sikerült nyernünk, de mindenféleképpen előnye az, hogy a végjátékot is tudtuk hozni. Gondolom, hazafelé úton volt idő beszélgetni. Milyen élményeket, milyen benyomásokat szereztek a srácok? Hazafelé úton már nem nagyon beszélgettünk, mert olyan fáradtak voltak a fiúk, hogy mindenki aludt a buszban, és siettünk haza. Viszont úgy gondolom, hogy a díjazás is elmond mindent arról, hogy milyen élményekkel jönnek haza, hiszen Mokánszky Mátét a csapat legjobbjának választották, Sitku Marci bekerült az All-Star 5-ösbe, az MVP játékos pedig Fazekas Csabi lett, úgyhogy alapvetően sok díjjal tértünk haza, és úgy gondolom, hogy megálltuk a helyünket. Ugye tavaly az egyik főszervező azt mondta nekünk, amikor beugróként beléptünk az EJBL-be, hogy hát nem vallottunk szégyent. Hát remélem 4 mérkőzésből 4 győzelemmel ezt most is megtettük. És ezután a 4 győzelem után ott van a tovább lépés lehetősége, hiszen a következő Szolnoki tornán már akár
két győzelem is esetleg be lehet lépni majd a következő körbe. Persze, ilyenkor mindent úgy látunk, hogy menni fog, de szeretnénk igen ott lenni a középső szakaszban, és ha a középső szakaszban vagyunk, akkor még jobban kinyílik előttünk Európa, hiszen azért csoportok küzdenek, és a középső csoportban, vagy a középső szakaszban már összeengedik a többi csoport csapataival is a mi együttesünket, és szeretnénk ott lenni, nem kérdés, hogyha eddig eljutottunk, akkor azt a szükséges két győzelmet meg is akarjuk szerezni. Győzelemmel kezdte a szezont a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyulárnyi együttese, a Pea Speech Pingvinek csapatát verte 71-68-ra. Ez egy élvezetes, jó mérkőzés volt. Amellett, hogy számomra egy kicsit azért kemény volt, de talán nekünk is önkritikát kell gyakorolnunk, és el kell fogadnunk azt, hogy ebbe az irányba indul el a kosárlabda, és muszáj fölvennünk ezt a harcmódot, mert ha nem, akkor egy az egybe, tehát eltipornak bennünket a szószoros értelmében véve. Én úgy gondolom, hogy ez a csapat mára igencsak összeszedetten egy csapatként küzdött és hajtott ezen a mérkőzésen. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltak hullámvölgyek, mert ugye hol fönt, hol lent, tehát azért igen, csak össze-vissza kosárlabdászunk, de úgy gondolom, hogy összeszedték magukat, küzdöttek egymásért, küzdöttek a csapatért. Próbáltunk ugye mindenféle fajta védekezést megnézni, hogy hátha jobban működik. Végül is maradtunk az emberfogásnál, mert talán még mindig az volt az, ami legösszeszedettebb volt. Hiányolom azt, hogy még azért kinti dobásaink sokkal több kellene, hogy legyen. Ugye azért az előző években azért jellemző volt ránk, hogy megvoltak a kinti dobásaink is, nem csak a palánk alatti játék. Most inkább a palánk alatti játék volt az, ami dominált, és kevésbé a kinti dobások. De hát van mit gyakorolnunk, van mire hajtani, van mire gyúrni, és remélem, hogy ez a következőkben ez azért egészen másként fog már működni. Milyen esélyekkel utaztok majd a csata DS elleni első idegenbeli meccsre? Az igazság, hogy nem tudhatjuk, hogy a csatába kik fognak pályára lépni. Tehát ugye ezek az ás csapatok második csapatai, ezek mindig egy ilyen fekete ló. Tehát az adott szituációban nem tudjuk, hogy ki fog ott éppen játszani. Én gyanítom, hogy azért ott az egyik legerősebb összetétben fognak játszani, mert mégis hazai pályán vannak. Inkább az lesz a jellemző, hogy az utazó mérkőzésekre fognak esetleg olyan játékosokat lehozni, akik kevesebbet játszanak ába, vagy hogy egyáltalán nem játszanak ába. Tehát mi tudom, hogy szeretnék egy szoros mérkőzést játszani, és abból aztán lesz, ami lesz. Három pontos győzelem született a szezonnyitó meccsen, egy olyan találkozón, ami kívülről kifejezetten harcosnak, keménynek tűnt, belülről milyen volt? Belülről még keményebb és még harcosabb volt. Egy kicsit a sportszerűzlenség határán játszott már, azt gondolom, ez a pécsi együttes, de már mi sem vagyunk olyan puhányok, mint évekkel ezelőtt. Hát a vége egy kicsit verekedősre sikerült, de nagyon örülök neki, hogy győzelemmel tudtuk befejezni ezt a találkozót. Hogy vizsgáztak a fiatalok az első tétmeccsen? Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy végül is győzelem lett, tehát ennél többet én nem hiszem, hogy szerethetne az ember. Még a fél időben 10 pont volt közte, ez sajnos a harmadik negyedben egy kicsit lentebb adtuk, de a végjátékra meglett, ebből látszik, hogy azért valami csak jól csinálunk. Egy meccsből nem lehet messze menni, következtetés levonni a bajnokságot illetően, de azzal, hogy a piros csoportot kialakították, az egység valószínűleg hasonló lesz nagyon sok meccs. Így van, sőt én azt gondolom, hogy azért keményebb, mert ezzel a Peaccal ugye tavaly az alsó házban játszottunk, és ugye ő is végül is így a felső részében maradt, ezért is volt most itt. De azt gondolom, hogy ezzel mi is, illetve a lányok is csak fejlődni fogunk tudni, és bízunk benne, hogy fogunk még tudni ilyen bravúros győzelmeket aratni hazai pályán. Nagyszerűen szerepeltek a tunéziai nemzetközi kempóbajnokságon az újfehértói versenyzők. A 4 harcos, 4 arany, 3 ezüst és 1 bronzéremet ért haza Hammamedből. Ez történelmi esemény volt a Magyar Kempó Szövetség naptárában, ugyanis először rendezett Afrika nemzetközi kempóbajnokságot, és Magyarországról 13 harcos került kiválogatva erre a versenyre. Ebből 4 újfehértói harcos került be a válogatottba, és nagyon szépen szerepeltek az újfehértói kempósok, ugyanis 4 aranyérem, 3 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a nemzetközi kempóbajnokságon, ahol 6 ország vett részt, 3 afrikai ország, Tunézia, Algéria, Marokkó, és 3 európai ország, Franciaország, Portugália és Magyarország. Nevesítsük az újfehértói versenyzőket mindenképp. Pásztor Ádám, Szabó Tibor Benedek, Kriston Csaba és Fazekas Marcell. Milyen versenyek várnak még, ugye október elejét érjük, ilyenkor rendezik a világversenyeket általában ebben a sportágban. Milyen versenyek várnak még a fiúkra? Október 6-án, most szombaton lesz a újfehértói kempókupa, a 4. újfehértói kempókupa, országos kempó magyar bajnokság. Szeretettel várunk mindenkit, minden nézőt. Akkor október végén lesz Bukarestbe
kempó Európa-bajnokság, és november végén meg Miami-ba világkupa lesz, kempó világkupa. Remélem, oda is beválogatnak egy-két új fértóit. Néhány szót még mondjunk a hétvégi versenyről, mekkora mezőny várható, honnan érkeznek majd a harcosok? Az ország minden részéről, ez egy magyar kempó bajnokság, tehát a Magyar Kempó Szövetség minden klubja illik, hogy részt vegyen rajta, ugyanis ez a Magyar Kempó bajnokság a harmadik fordulója, a negyedik majd Pesten lesz decemberben, úgyhogy, és ez pontszerző bajnokság. Magyar kempósokkal együtt is először léptél a küzdőtére az afrikai kontinensen. Milyen élmény, mekkora élmény volt ez a tunéziai verseny? Hatalmas élmény volt, és tényleg csodálatos helyen voltunk. Képzett ellenfelekkel kerültünk szembe, algírok, tunéziaiak, franciák, portugálok voltak. Örülök, hogy sikerült kijutnom, mert remek küzdelmekben lehetett részem nekem is, meg a többi csapattársamnak is, tanítványaimnak is. Büszke vagyok a magyar csapatra is, és az új fiatalokra különösen, mert remekül teljesítettünk. Én két aranyt hoztam, szemikontakt és fullkontakt versenyszámban, csak küzdelmi versenyszámok voltak most. Tibike is hozott két aranyt, a srácok meg három ezüstöt, meg egy bronzérmet hoztak, Fazekas Marci, meg Kriston Zsabika, nagyon ügyesek voltak. Mennyiben volt más ez a verseny? Ugye itt hat nemzet sportolói versenytek, és mondtad, hogy csak két küzdőszakákban léptetek küzdőtérre, mint egy világbajnokság vagy egy világkupa. Részben kb. A szabályrendszer ugyanaz volt, mint az IKF szabályrendszer, amik világbajnokságok szoktak lenni, Európa-bajnokságok, most Romániában lesz a következő Európa-bajnokság. Igazándiból csak a versenyzők voltak mások, mert több tunéz versenyző volt, meg ott a környékbeli településekből tudtak ugye jönni többen. A versenyen kívül jutott-e valamire időtök, magyarul láthatok-e valamit Afrikából? Persze, volt egy nap szabad napunk, hogy szétnézzünk, egy kis turistáskodás, gyönyörű helyen voltunk, tényleg a tenger mellett volt a szállásunk is, tudtunk egy kicsit fürödni is. Hát visszavágyunk, két év múlva reméljük, ismét mehetünk. Újabb szép sikereket értek el az új fejétői kempusok, ráadásul most úgy, hogy egy másik kontinensen, az afrikai kontinensen öregbítették a város és az Egyesület és Magyarország hírnevét. Mekkora lépés jelent ez az új fejétői sport a kempó történetében? Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy lépés, de nem csak a kempó sport történetében, hanem az újfiató város történetében is, hiszen azért nagyon kevés olyan alkalom van, amikor az Afrika kontinensen egy település megjelenhet a település zászlaja, a települést képviselhetik. Én személy szerint is rendkívül büszke vagyok, de én úgy gondolom, hogy minden újfiatói rendkívül büszke a fiúknak a teljesítményére, hiszen azt is mondhatjuk, hogy a város számára világtörténelmet írtak, hiszen ez a fajta verseny még Afrikában nem került megrendezésre, és négy versenyzőnk 8 éremmel, én úgy gondolom, hogy azért ez egy tisztes teljesítmény. Továbbra is 100%-os a nyíregyházi tekeklub együttese. Az NTK legutóbb idegenben a Gázművek csapatát verte 6-2-re. Rögtön a mérkőzést úgy kezdtük, mint a Szank ellen, hogy a két stabil játékosunkat, a Hakkerdesőt, illetve a Magyarorsi Pétert küldték pályára az edzőink, és ennek megfelelően azt lehet mondani, már majd tudom, eldöntötték a mérkőzést. A Hakkerdeső 560 fája a mérkőzés legjobbjának bizonyult, és közel 60 fát szállított a nyíregyháziaknak, míg Magyarorsi Péter hiába nyert 5 fával, de sajnos az egyéni belső pontokba alul maradt, de ettől függetlenül már megvolt az a biztonsági előnyünk, és ezután a középső sorba dőlt el véleményem szerint a mérkőzés, ugyanis Szegő Levente 0-2-es hátrányból fordítani tudott, egy nagyszerű iskolajátékot mutatott be a második 60 etapjában, és maga biztosan szerezte meg a fontos csapatpontot, míg mellette a Szolyka Miki egy végig kiélezett csatában, az utolsó tarolásokban sikerült maga javára fordítani a csapatpontot, és ekkor látszódott már, hogy több mint 70 fával vezettünk, és 3-1 arányban, úgyhogy a Fehér Bélának és jó magamnak csak tartani kellett ezt a fát, meg még esetleg egy-egy csapatpontot bezsebelni. Ez a Bélának sikerült, nekem egy picivel alul maradtam, 2-1-es vezetésnél nem sikerült behúznom a harmadik szettet, de mit sem mond a csapat teljesítményéből. Egy nagyszerű csapatfát produkáltunk, 3200 húdfát, amivel mindenképpen minden egyes mérkőzést ott a tükerpályán eddigi csapatok ellen megnyerhettünk volna, de nyilván ez a nehéz pálya még többször majd visszaköszön, ugyanis a Dinamo is itt játszik, illetve a Fővárosi Vízművek, úgyhogy mindenképpen
szépen a csapatfára is figyeltünk, és azt mondom, hogy elégedettek lehetünk, nem csak a győzelemmel, hanem az ütött csapatfával. Mennyire biztató jövőt tekintve, hogy tudjátok forgatni a csapatot, vannak játékosok, akik pihenhetnek, vannak új belépők, de eddig minden meccset megnyertetek. Ez mindenképpen jó dolog, a húzó játékosaink azért minden mérkőzésen kivágják a rezet, mondhatjuk így. Tényleg lazán, nyugodtan tudnak játszani a középső sorba, illetve a zárósorba a játékosaink. A következő mérkőzésen is a forgatás elvét fogja követni a Kastorosva testedző, ugyanis a Szilágyi Sándornak fog majd mindenképpen játék lehetőséget engedni, úgyhogy most sem lesz másképp, most is lesz új belépünk, ahogy szokás mondani, de mindenképpen a Sajó Bábony elleni hazai mérkőzésen a legfontosabb az, hogy itthon tartsuk a két pontot, és egy jó játékot tudjunk produkálni. Mit kell tudni az ellenfélről? Az ellenfél egy abszolút stabil középcsapat, idegenben is meglehetősen veszélyes. Két játékost igazoltak, abból a Kazincz Balcikából, akik most idén a Szuperligában játszanak, ott játékos túltengés van, azt lehet mondani, hogy mindenképpen egy jó mérkőzésre van kilátás, ismerjük egymást, tényleg abszolút baráti a két csapat között a kapcsolat, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy csak nekünk számíthat ez a mérkőzés, ugyanis mi vagyunk az esélyesei, bízunk benne, hogy egy bármilyen arányú 6-2-es, 5-3-as győzelem, hazai győzelem lesz a mérkőzés végeredménye. Négy győzelemmel és négy vereséggel áll a megyei első osztályban a Tarpai futballcsapat. Máton is van együttes, a legutóbb a Máté Szalkát győzte le 3-2-re. Az első fél idő az elég langyosra sikeredett, inkább csak focizgattunk, mint fociztunk volna. Több gyenge teljesítmény is akadt a csapatban. Máté Szalka szerezte meg a vezetést, ráadásul a 43. percben az egyik belső védőmet ki is állították. Szerencsére szünetbe tudtuk rendezni a sorokat. Elmondtam a fiúknak, hogy én még 10 emberrel is bízom a győzelemben, képesek rá, hogy megcsinálják. Nagyon jó hozzáállással mentünk ki a második fél időre, és sikerült is megfordítanunk a mérkőzést. 8 fordulót követően 4 győzelem és 4 vereség a Tarpa mérlege, megfelel ez az előzetes elvárásoknak? Igen, az előzetes célunk az az volt, hogy legyünk ott a középmezőnybe, ne legyenek kiesési gondjaink. Ezt tudtuk már nyáron, mikor kialakítottuk a keretet. Mivel kicsit később kezdtük a felkészülést, úgy tudott kialakulni a csapat, hogy idősebb játékosok vannak és nagyon fiatalok. Az igazán jó középkorosztálya, jó focista korban lévő játékosok, azok hiányoznak a csapatból. Ezért tudtuk is, hogy vagy várható volt, hogy hullámzó lesz a teljesítményünk. Ez még akár egy mérkőzésen belül is tapasztalható a csapatnál. Nehéz a terhelést is adagolni, így hogy a csapat egyik része már 35 év felett van, a másik pedig még 20 év alatt, de hétről hétre javulunk, nagyon jó a közösség, ez azért sok mindenen átlendít minket, és ami fontos célunk, azért egyre inkább sikerül Tarpán nevelkedő fiatalokat beépíteni a csapatba. Milyen feltételek, milyen körülmények között tudtuk dolgozni? A körülményekre nem lehet panaszunk, én úgy gondolom, hogy MB3-as körülmények vannak. Rengeteg gyerek van, így a felnőtt csapat is ehhez alkalmazkodik. A legfontosabbak azok, hogy a gyerekedzések meg legyenek tartva. Szeretnénk még további füves edzőpályákat, hogy legyen hol edzeni, de jelen pillanatban is meg vagyunk elégedve a körülményekkel. Te a felnőtt csapat mellett az utánpótlás is felügyelet, hány gyerek, hány korosztály versenyez? Felnőtt csapattal együtt 15 csapatunk versenyez különböző bajnokságokban. A 170-180 igazolt sportolót jelent. Gyerekek nagy része Kárpátaljáról érkezik hozzánk. Ők bentlakásos iskolába, bentlaknak kollégiumba, vagy akár családoknál. Rájuk éjszakai felügyelők vannak a csapatban, a játékosok edzőként dolgoznak, vagy nevelőtanárként, vagy éjszakai felügyelőként, tehát mindenkinek van valami feladata még amellett, hogy focizik, és emellett segíti a gyerekeknek a fejlődését. A hétvégén a felnőtt csapat Gyulaháza ellen lép pályára. Papírforma Tarpai győzelmet ígér, milyen meccsre számítasz? A papírforma talán győzelmet ígér, a Gyulaháza most egy nagyobb vereségbe szaladt bele Nagyhalászba, viszont ilyenkor ez mindig kétélű lehet ez a dolog.
mi reméljük, hogy nem azt az arcát fogja majd mutatni a Gyulaház, hogy csak azért is megmutatjuk, és hazaipán mindent megteszünk a győzelemért, hanem egy kicsit megtöri őket ez a vereség, de nekünk igazából saját magunkkal kell foglalkozni, hogyha azt tudjuk nyújtani, amire képesek vagyunk, akkor Gyulaházán is meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!